Elnöke, halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Nagy Márton alelnök urat jelölte ki. Kérdezem, Burány képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét. Elfogadja, öné a szó, Burány képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt alelnök úr. A forint árfolyama a történelmi mélységbe süllyedt ma. Megjegyzem, hogy az önök korábbi negatív rekordját döntötte meg. A forint ma gyengébb az euróhoz képest, mint volt a pénzügyi világválság idején. Az egész piac várja, hogy a Magyar Nemzeti Bank csináljon valamit. Itt csak az Erste elemzését idézném, csak hogy ön is lássa. Világosan elmondták a bank elemzői, hogy ha az MNB kommunikációja nem változik, vagy nem javul érdemben a nemzetközi hangulat, akkor a forint tovább gyengülhet. Orbán Viktor ennél jóval erősebb árfolyam mellett a kormány távozását követelte, és azt mondta, hogy gyenge forintot csak gyenge emberek akarhatnak. A piac most visszafolytott légzéssel várja, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsában az erős vagy a gyenge emberek vannak többségben. Alelnök úr, önök kommunikációval vagy monetáris eszközökkel, például kamatemeléssel beavatkozhatnának. Egyelőre semmit nem tettek, ez az egyik oka a forint történelmi mélyrepülésének. Szeretném, ha világosan válaszolna arra, kíván-e a Magyar Nemzeti Bank kommunikációval vagy valamilyen monetáris eszközzel beavatkozni a forint árfolyamába, van-e olyan szintje a forint gyengülésnek, amit már önök is aggályosnak tartanak és bekívánnak avatkozni. Várom válaszát. Köszönöm, Burány Sándor képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Nagy Márton alelnök úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők. Azt szeretném mondani, hogy egyrészt a Magyar Nemzeti Bank egységes. Másrésztről pedig azt szeretném mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a monetáris politika tekintetében monetáris tanács június 19-i közleménye az irányadó. Ezeket a közleményeket havonta adjuk ki, szeretném tájékoztatni mindenkit, illetve a június 19-i közlemény háttéranyaga az inflációs riportra alapozva, az inflációs riport pedig negyedéves. Tehát ezt szerintem szögezzük le. Ami az árfolyamot illeti, ugye a Magyar Nemzeti Bank nem kommentálja az árfolyam napi mozgását. A mindenkori árfolyam a piaci folyamatoknak a függvénye. A piacon pedig számos szereplő alakítja az árfolyam nagyságát, mint például az exportőrök, az importőrök, akik forintot euróra váltanak, vagy különböző befektetők, akik magyar eszközöket adnak vagy vesznek. Az ő üzleteik alakítják az árfolyamot minden esetben. Az ön árfolyammal kapcsolatos vélekedését szeretném egy másik kontextusba tenni még. Szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét, hogy az euró-dollárral szembeni árfolyama a világ egyik legvolatilisebb árfolyamává vált az elmúlt időszakban. Ez mindenféleképpen kimarad az önök vélekedéséből, ez nagyon fontos itt. Hiszen az euró-dollár volatilitása ma már több mint másfélszerese a forint euró volatilitásának, és így állíthatom azt, hogy a magyar deviza úgy, mint a régiós devizák, relatíve sokkal stabilabbak. A két legfejlettebb régió devizájáról beszélünk, ami 2016. decemberétől 18. februárjáig a dollár 20%-ot gyengült, majd azóta 10%-ot erősödött. Tehát kérem szépen azt elfogadni, hogy a régiós devizák ezzel szemben relatíve stabilak, nem véletlen, hiszen a fundamentumok erősek. Köszönöm szépen. Köszönöm, alelnök úr, Burány képviselőnek viszont válaszra van lehetősége. Alelnök úr, én értem, hogy önöknek ez kényelmes, hogy nem csinálnak semmit, csak közben a forint meggyengül, ez a baj, tudja? Ők nem várnak havi, meg negyedéves kommunikációs anyagokra. Szeretném alelnök úrnak elmondani, hogy a forint a kunához képest is gyengült, és a régiós valutákhoz képest is gyengült. Tehát szó nincs arról, hogy itt valami egységes folyamatról beszélünk. A forint úgy tűnik a legsebezhetőbb valuta a régióban. És végezetül most jelentette be a MOL, hogy szerdától 7 forinttal drágul a benzin, újra 400 forint közelében, miközben a gázolajára át is fogja lépni a 400 forintos határt. Teljesen világos, hogy a gyenge forint az egyik oka ennek az áremelésnek. Nem lehet sokáig tartani önöknek azt az álláspontját, hogy az inflációra ez a forint gyengülés nem fog hatni. És még egy utolsó mondat, az a pénzügyi stabilitás felett is van önöknek felelőssége, nem csak az inflációs adatok tekintetében. Ilyen mértékű és ilyen sebes forint gyengülés már a pénzügyi stabilitást is veszélyezteti, alelnök úr. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm, Burány képviselő úr. Egy perces viszont válaszol a Nagy Márton alelnök úrnak is. Köszönöm szépen. Azért nagyon nagy kár, hogy az olajárakat idehozta, mert hogyha azt nézzük, hogy az olajárak miért emelkednek, akkor jó lenne azt megemlíteni, hogy az olaj a világpiaci ára emelkedik, hiszen a áprilisi 50 dollárról ma 78 dollárra emelkedik a világpiaci ár, és a dollár euróval szembeni erősödése, ami 5-7%-os, az igazi oka ennek. Tehát szerintem ez egy ténykérdés, kérem, hogyha ezt jobban vizsgálja meg. A másik dolog, hogy ha az MNB törvényt jól olvassa, akkor abban az van, hogy az elsődleges célja az infláció, és van másodlagos és harmadlagos mandátuma is, de az elsődleges céljának a veszélyeztetése nélkül módosítatja ezt. Ez a kommentem ezzel kapcsolatban. És harmadik, hogy igenis a régiós devizákhoz képest is stabilnak tekinthető, ha zlotyival összenézzük, de más országoknak azért máshogy kellett kijönni ebből a válságból, és a 2010-es előtti elhibázott gazdaságpolitikának az árnyéka az, amiért most itt tartunk. A más pedig az, hogy más az inflációs célkövető rendszer az egyes országoknak. Köszönöm szépen! Köszönöm, Nagy Márton alelnök úr, tisztelt országgyűlés! Witzmann...